Anyaországi és határon túli iskola együttműködése, ez a Határtalanul program egyik célja. A Bornemisza most a Vajdaságban talált partnert, az Adai Műszaki Iskolát. Áprilisban 21 egri diák utazott Adára. Az Adai Tiszahídról készítettek puzzle-t, át is adták az elkészült játékot az ottani óvodának. Az adaiak most visszaadták a látogatást, itt a dobószoborból lett puzzle, a Tittelpál úti ovisok kapták meg. Az adai kapcsolattartóval együtt egy folyamatos e-mailváltás során egyeztettünk, hogy mi legyen a program. Így született meg ez az elhatározás, ez az elképzelés, hogy ne csak a középiskolai diákok legyenek ebbe a programba bevonva, hanem egy másik korosztály is, és az óvodásokra esett így a választás. A program fontos eleme, hogy mit és hogyan dolgoznak, de az is, hogyan hasznosul, amit a diákok közösen alkottak. Nem utolsó szempont, hogy a két iskola diákjai megismerhetik egymás országát, városát, intézményét, és ami a legfontosabb, ismerettségek, barátságok születhetnek. Pozitív hatásai vannak, szóval az, hogy új barátokat szereztünk, és hogy újat láttunk. Számomra legalábbis az volt a fontos, hogy legjobban, hogy új barátokat, és hogy sok újat láttunk, főleg Egerből. A Bornemisza folytatni szeretné a programot, egy sepsiszentgyörgyi iskolával nyújtottak be közös pályázatot.